Portré műsorunk kamerái előtt tisztelettel köszöntöm dr. Marosfalvi Ferenc nyugalmazott kórházigazgató főorvost. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk ennek a beszélgetésnek az elkészítésére. Főorvos úr olyan családba született, ahol már gyerekkorában megtapasztalhatta, hogy milyen is az egészségügy közelében élni. Beszélne erről egy picit a gyermekkoráról? Hogyne, nagyon szívesen. Hát Markusovszki kórházba születtem, és ugye édesapám 1926-tól 69-ig ott dolgozott, és hát ugye az alatt az idő alatt megúszta a Dónkanyart is, onnan is hazatért sértetne. Aztán 44-ben vagy 45-ben Ausztriába, angol fogságba került, onnan is szerencséssel hazatért, úgyhogy hát a kórházban mondanom sem kell, hogy mindig a hazatéréskor úgy fogadták, mint a nagyon-nagyon nagy tekintélye volt a kórházban. Egy orvos sem ment el úgy a Porta helyisége előtt, ott a főépületnél, ahol van az a halastó, ott volt egy Porta helyiség, ott volt a telefonközpont és minden, hogy ne köszöntek volna be neki még a professzorok is, hogy jó napot, Feri bácsi. Szóval, és hát nekem is ugye minden vágyam az volt, hát azt, hogy én orvos leszek, azt már általános iskolás koromban elhatároztam. Hát ugye az a kórházi környezet, ez nagyon sokat hatott rám. Aztán az anyai nagybátyám műtős, anyám öccse műtős beteghordó volt, és amíg meg nem nősült, ugye voltak legényszállás, aztán voltak ilyen, a nőtlen ilyen dolgozóknak, meg hajadonoknak is szállás. Azt, amikor este, ugye végeztek, ám majdnem estig dolgoztak a műtőt, mire kitakarították minden, akkor mindig lejött a mi lakásunk, mert aztán estékről mindig örültem neki, jaj, de jó műtőszagot hoztam, olyan éter, már ugye akkor még ilyen éterrel csöpögtettek ezt, aztán hát a étergőzöket, a ruhája bevette, és olyan jó éterszaga volt. Szóval az is, aztán nem egyszer azt mondta, hát gyere föl, aztán fölvitt, és a műtőbe egy csomó dolgot megmutatott, ugye ez erre való, ez arra való, hát ugye ez is roppantul tetszett, és hát elhatároztam, hogy én már semmi más nem leszek, de abban az időben a kórháznak, a Markusovszki kórháznak nagyon a háború utáni években volt ott futballcsapat, röplabdacsapat, tánccsoport, színjátszócsoport, minden volt, és ebben mind orvosok is részt vettek, szóval nem csak a szakdolgozók, meg a mindenki, ott az orvos együtt focizott, István professzor, ugye hát akkor még nem volt professzor, csak főorvos, de az igen jó jobb szélső volt a futballcsapatban, már egyetemista korában is az egyetemnek a futballcsapatában, szóval igen jó kis volt ott a gyerekkor. Mi betegek voltunk, édesapám csak szólt valamelyik orvosnak, aztán legyütt a lakásunkba, megvizsgált, volt olyan, hogy injekciót is adott, aztán el volt rendezve, és hát Bandi bácsi is többször lejött, és hát megnézett, aztán megvegyedik. Ugye mondom, sok dolgozó lakott bent, és hasonló korú gyerekeik voltak, és fiúk, hát olyan futballcsapatunk volt, focisztunk, fejeltünk ott, ahol most a sürgősségi épület van, ott volt egy nagy füves tér, hát ott olyan jó lehetett focizni, fejelni, kapukat csináltunk, és hát szóval ottan, aztán télen a gyöngyös befagyott, ott korcsolyáztunk. Ugye volt egy zsilip, ahogy a gyöngyös kifolyt a kórházból, ott volt egy zsilip, és úgy földúzott a víz, és ott télen ott korcsolyáztunk. Nyáron ott fürödtünk, pecáztunk, hát aztán tánccsoportban én is bent voltam, azt egyszer az Állami Népi Együttes ott
tanyázott Szombathelyen, és onnan mentek mindig mindenfelé a Vas megyébe fölépni. Hát azt egyszer a tanztanárunk elhívta őket, hogy nézzenek meg minket is. Hát eljöttek a táncpróbára este. És hát az egyik fő táncos, aki a tánc részeket vezetve, azt mondja, te nem lenne kedved eljönni az együttesbe, te nagyon jó táncos, nem jött. Nem, mondom, hát most fogok érettségizni. Azt mondja, jó, hát érettségi után, nem, mondom, én elhatároztam, hogy orvos, én orvos, hát egyetemre megyek, hát ez a táncolás, ez csak szórakozás időtöltés, tehát én érettségi után a Budapesti Orvostudományi Egyetemre akarok menni, és hát szerencsésen sikerült is, ugye leérek kitűnőre, érettségiztem, és hát felvételi vizsga nélkül abban az időben, mikor volt az 54-ben, ugye, igen, ezében felvételi vizsga nélkül fölvettek az Orvos Egyetemre. A Szombathelyi Kórházba kerültem, a balesetsebészetre szerettem volna, de hát valahogy ezébe helyeztek, aztán végül nagyon utólag nagyon örültem neki a mellkassebészetre, tüdősebészetre. És hát ugye a mellkasba operálni az sem mindegy, mert az is egy elég nehezebb dolog, mint a hasüregben, mert ugye a hasüregben, hogy ki van nyitva, ki van tárva, de a tüdőnek, hát a tüdőből mindig egy részt ugye ki kell venni, ha a tüdőben daganat van, vagy ilyen TBC-s elváltozás. Szóval azt aztán végül nagyon is megszerettem. Ugye ezt a tüdősebészetet nagyon alaposan meg kitanultam a modern gépi altatást, mert mondom, olyan adjunktus volt, aki ezt a új szakágazatot, akik megcsinálták Magyarországon. Boldogan mondhatom, hogy a Szél Kálmán főorvos, akkor főorvos, hát ő volt az első anesteziológus Vas megyébe, és utána én voltam a következő, aki szakorvosi vizsgát tettem az anesteziológiából. Dőtt egy ilyen nyári felhőszakadás, de valami iszonyú mennyiségű eső esett, és nem tudta gyöngyösálni, kilépett ott a lébe, és a szuterin ablakokon, a alaksori ablakokon mind lakások voltak, meg különböző raktárak, és ott volt a vérellátó is a alaksori helyiségben. Úgyhogy a vérellátót is, hát tulajdonképpen István profnak ez volt a szerencséje, mert annak volt köszönhető, hogy azt a szép új intézetet, hát láttátok, ott van a kórház mögött az a szép új intézet, annak köszönhető, hogy megépítették azt a szép új intézetet, ami mondom az ország második vérellátója volt. Körülött egy árnyék intézet, ha netán valami háborús veszedelem éri a Szombathelyi intézetet, akkor Vas megyében továbbra kell működni, akkor a Cseli vérellátó volt az árnyék intézete a Szombathelyinek. Azért is Celdömölkökön került megépítésre egy vérellátó állomás, meg létesítésre, mert Celdömölkön nagyon jó, akkor indult el ez a térítésmentes véradás, mert ugye addig fizettek, de hát az... És Celdömölkön nagyon jó véradó napokat tudtak, térítésmentesen itt kezdték a vasutasoknál, és hát nagyon azért is a István professzor úgy gondolta, hogy második vérellátó azért legyen Vas megyébe és Celdömölkön, mert ott jó sikeres véradó napok szoktak lenni. Itt a városvezetés nagyon pozitívan állt hozzá a véradáshoz.
Hát az akkori városvezetés, ugye a tanácsi vezetés is a tömegszervezeteket irányította abba az időben, a pártbizottság, hát azok is véradó napokon, az első véradók azok mindig a pártbizottság vezetői voltak, meg a tanács vezetői. Aztán azután jöttek a üzemekből, ugye. Szóval ezért engem, megmondom, nagyon irigyeltek, ugye, ha ilyen értekezleten vérellátós főorvosok ottan tapasztalatokat cseréltünk, és elmondtuk, hogy nálunk hogy megy. Áj, de jó neked, hát szóval, ugye, nagyon irigyeltek. Úgy tudom, hogy a főorvosi kinevezését különleges körülmények között kapta meg. Beszélne erről, hogy hogyan zajlott ennek a magas elismerésnek az átvétele? Hát az a következőképpen zajlott, ugye, amikor már hát el volt határozó, hogy én leszek a celdebölki vérellátónak a vezetője, hát már akkor a István professzor a tüdősebészetről átkért a vérellátó intézetbe, és ott kezdtem el, mert ugye minden csinyát-binyát meg kellett tanulni, és főleg a vércsoport szerológiai vizsgálatok, ugye azok nagyon bonyolult és sokrétű vizsgálatok voltak azokat. Hát aztán egyik reggel jön, azt mondja, gyere most átmegyünk az igazgatói irodába. És a sofőjét meg édesapám ugye 24 órás szolgálat, 24 szabad. Akkor ért haza a szolgálatból, amikor a István sofőrje megjelent. Feri bácsi, öltözzön, aztán jöjjön, már átöltözött ilyen otthoni. Hát öltözzön, aztán jöjjön, hova menj. Ne törődjön bele, de öltözzön föl, és jöjjön bele. Hát jó, apám nem vitatkozott tovább, jött, bejött. Tényleg ott álltunk a igazgatói iroda előszobá a titkárságán, István prof. mondtam, maradj egy picit, aztán ő bement a iroda. Hát, ezért apám is jön. Hát, hogy került ide, hát ottan örültem neki. Hát mondta, hogy itt a Jenő értem, hát jó. Na, aztán csak István kiszólt, hogy gyertek be, bemegyünk. Ott ül akkori főnök, jó, nem mindegy, szóval ott ül a főigazgató és az összes osztályvezető főorvos. És hát ugye, megyei főorvos. És a megyei főorvos átadta nekem a kinevezést ide a celi vérellátóhoz, és hát mondta, hogy Vas megye legfiatalabb főorvos, hát 30 éves voltam akkor, hát 30 éves koromban főorvosi kinevezést kaptam, hát nem dicsek meg vele, de hát azért ez is valami volt, és mindenki először édesapámnak gratulált, az osztályvezető főorvosok, megyei főorvos, kórházigazgató, mindenki apámnak gratulált, őt ölelték meg. Hát szóval, ugye hát édesapámnak, hát nem is tudom, soha nem tudom meghatottság nélkül elmondani, mert hát nekem is olyan nagyon nagy öröm volt. Úgyhogy, hát hogy ugye a Feri bácsi ilyen gyereket nevelt. Ide került Celdömölkre az akkor éppen frissen megépített vérellátó. Gondolom komoly kihívás volt beindítani magát a véradó mozgalmat is, meg az intézményt is. Nézd, amit lehetett általában a celdömölti városi véradó napokat, nagy részét bent csináltuk az intézetben, mert hát bejöttek az üzem. Ugye mindig a pártbizottság összehívta az intézményeknek a igazgató, pártitkár, szakszervezeti titkár, kéztitkár, de minden kit, aki hát ott valamilyen potentát volt, és azt számította. És hát elmondták, hogy ugye azért mondom, hogy azért volt nekik hiteles a szervező készségük, mert ők voltak az első véradók, akik jöttek. Ugye, hát, és aztán hát
összehívták a bárbizottság nagy termébe ezeket, és akkor én ottan elmagyaráztam. Egy kis előadást tartottam, hogy miért kell, hogyan kell, mit csinálunk vele, stb. És egyet értettek, és jöttek. Na most aztán nagyobb üzemben attól függ, hogy mit például, hát ugye nem lehetett úgy leállítani az üzemet, hát például a kesztyűgyárba kimentünk, kivittük úgy, mint a falukba. Aztán a Cseltexbe, Cselkobba kimentünk, az Élgépbe kimentünk, aztán hova mentünk még ki? Hát szóval ezekben az üzemekben kimentünk, és ugyanúgy rendezkedtünk be, mint a falu. A falukba meg hát, vagy az iskolába, vagy a kultúrházba, ahol olyan lehetőség volt, hogy ahol a legjobb lehetőség volt, ott rendezkedtünk be. Hát körülbelül 7 tagú brigád ment, amiből ugye 7 asszisztens, aztán meg hát egy kivizsgáló orvos, aki én voltam. Csótár Csabát ugye ismerted, és hát ő volt akkor a vöröskeresztes titkár. Hát mi a Csabával nagyon sokat mentünk, ugye gépkocsi volt gondunk, de kaptunk gépkocsit is a vérellátó, egy mikróbuszt, egy néz a mikróbuszt, ugye aztán mentünk vidékre. Később úgy csináltuk, hogy megkértük időpontot, hogy na, akkor este előadást fogunk itt tartani, akkor aztán jöttek, hogy jól megszervezték már ilyenkor, tele volt a kultúrház, hát aztán rendszerint én mentem, csináltunk ilyen kerekasztal konferenciákat a faluba, hogy mind ott ültünk, aztán akkor mindegyikünk mondta, hogy a belgyógyászatban, a szülészetben, a sebészetben, mikor kell vér, mennyi vér kell, hogyan kell, szóval ez is ez úgy érdekelte az embereket. A műszerezettsége milyen volt itt? Jó, az jó volt a műszerezettség, mi megkaptunk mindent, amire szüksége volt a vérellátónak, úgyhogy a hűtőapparátusokat, mélyhűtőt, fagyasztót, ugye már a plazmát azt ugye fagyasztani körülött, úgynevezett friss fagyasztott plazma. Ugye minden ilyen vérellátónak megvolt a úgynevezett éves terve, hát egy kicsit olyan rosszul hangzott, hogy tervet kell abból csinálni, hogy mennyi vért veszünk. Hát végül is hát kellett, ugye hát ahhoz mérték a dolgozó létszámot, a költségvetést, hát valamiért, hát nekünk akkor évi 1200 literbe használt. Na most egy liter vért körülbelül 3 dorontól. Ugye 3,5 decit vettünk egy donortól, tehát egy literhez körülött 3 donor. És hát meg is sikerült is mindig megvalósítani. A vérellátó az egyértelműen nem csak a celdömöki kórháznak a vér szükségletét pótolta, ahogy látta el, hanem nagyobb területen is biztosították az ellátást. Igen, hát mondjuk ezt a plazmát, tehát a vér szükségletet az általában küldtünk vért Sárvári kórháznak is. Aztán meg attól függ, hogy milyen vércsoportot kértek, már bizony néha előfordult, hogy a Ajkai kórháznak is, bár Ajkán is volt vérellátó, de ha ők nem tudták biztosítani, akkor telefon ide, telefon oda, aztán ment tőlünk a vér. Elmondok egy esetet, volt egy vasutas dolgozó, akinek szívműtétre volt szüksége. És a BRH negatív volt a vércsoportja, ami szintén egy ritka vércsoport volt, már ugye mondjuk a B-s az csak hagyjan, de BRH negatív az ma sok volt, már azt mondták Budapesten a országos intézmény, mert a szívsebészet onnan kapta a vért. Hát maga Cseldömölki dolgozó, és Cseldömölki lakos, és Cseldömölkön van vérellátó, onnan kérjenek vért, biztos, hogy meg tudják oldani.
Ezének a, hát azért nem mondok nevet, hát igazán is feladtam a nevét, de mindegy, a nővére beállított egy nagy hűtőtáskával, és hát akkor, hogy ő viszi a vért Pestre. Hát mondtam neki, hát azért nem így van, mert önnek, a, önnek megvan a menete, az adminisztráció, mindegyik. Hát nagyon meg volt sértődve, hát azt hitte, hogy bele, na itt van, ezért beletesszük a hűtőtáskába, aztán mehet, viheti. Hát, hát nem akarta megérteni, hogy ez nem így megy, hát ennek megvan a szabálya, hogy hogyan kell a vért szállítani. Majd mi, nekünk a budapesti intézet kérés, majd mi elküldjük a budapesti intézetbe. Ha most föllapoztuk, a MÁV dolgozóknak volt valami 850 kartonja nyilvántartva, és átnéztük ezeket a kartonokat, és uram csoda, uram fia, találtunk 101 néhány BRH negatívot. Hát ez óriási dolog volt ebből, és hát akkor beültünk az autóba, aztán végig jártuk a MÁV szolgálati főnökségeket, hát azért ugye mondtuk, hogy vasutas dolgozónak szívműtéthöz mindenki a legnagyobb maximalitással ezek a szolgálatok. Persze, természetes, hát mondom, hogy elengedítek, hát munkaidő alatt már hát csak akkor tudjuk, hát nem ráadásul hónap reggel kellene nekik bejönni 7 órára, és akkor persze, az, még azok is szervezték, hogy csak jöjjenek. Na, be is jöttek 7 órára, 30 valahányan bejöttek, 34-en. Hát abból 2, ugye megvizsgáltam, hát 2 nem adhatott pillanatnyi miatt vért. Ugye, hát a többitől levettük, és akkor a Zsámboki Zoli, az volt ugye munkatársuk, a Zsámboki Zoli a cégnek az autója, a térképen megmutattam neki, hol van Budapesten az országos központ, oda kell vinni ezt a vért, ugye hűtőládába, szakszerűen becsomagoltuk, leadminisztráltuk, és fölhívtam telefonon a diszpécsert, hogy most indult el, mondtam a betegnek a nevét, most indult el a munkatársa, a vállalat, a munkahelyük gépkocsiját adták neki oda, és azzal viszi a vért, és hát ekkor és akkor meg fog érkezni. És a diszpécser egy olyan 40-50 közötti hölgy volt, nagyon jó kapcsolatban voltam vele, és mikor ezt elmondtam, hogy tizenvalahány B negatív vérrel fog érkezni, belezokogott a telefonba. Annyira meghatódott, hogy azt mondja, hát ilyen van. Hát mondom, nálunk van. Hát egy kicsit nagyképűen, ugye, hát nálunk van. Rudnilik a szívműtétnél a vércsoport azonos vérrel azt az úgynevezett szívtüdő motort föl kell tölteni, és ugye annak is az a szerepe, ami a szívet megállítják, de a keringést fönt kell tartani, és ez a motor fönt tartja a keringést, mert a nagyerekben vannak ilyen kanülök bekötve, és aztán de az a motor is kiszedi a vérből a széndioxidot, és telíti a vért oxigénnel, ugye, mert ez a lényeg, hogy a szervezet minden sejtje, minden kapjon oxigént. Ugye. Fölvosul a véradásnak, amellett, hogy az emberek gyógyításában nagyon komoly segítséget ad, közegészségügyi szerepe is van, amit a laikus talán nem is nagyon tud. Hát egy nagyon jó kérdés, mert nézd, ugye, hát igyekeznek hát elég alaposan megvizsgálni a véradókat, és hát bizony néha talált az ember olyan betegséget, hogy hoppá, vért nem adhat, sőt, tessék, azon írtunk bevutalót is, hogy tessék azonnal elmenni a háziorvoshoz,
vagy akkor körzeti orvos volt. Ja, hát tessék a körzeti orvoshoz, és ő majd tudja, és aztán én olyankor föl szoktam hívni telefonon a körzeti orvost, mondta, hogy az XY-on ezzel figyeljetek oda rá, és esetleg tovább szakorvosi vizsgálatra a kórházba, szóval, hogy figyeljék ezt a véradót, vagy sárdást a lakosukat, mert hát ugye erre tovább kell vele foglalkozni. Idéznék egy mondatot, illetve hát két mondatot, amit az egyik beszédében mondott el. Úgy hangzik, hogy a műanyag csövön átfolyó vér olyan, mint egy híd. Ez köti össze az egészséges embert a beteggel, az alkotó, dolgozó, vidám embert az elesettel. Ez a vér formájában áramló szeretet visszasugárzik arra, aki adja. Ezeket a mondatokat egyik beszédében mondta el, ezek azért nagyon fontos gondolatok, a humanitásra építenek, maga az egész véradás is elsősorban a humanitásra épít, ugye? Így van, hát ez így van, szóval ezt nem lehetett vitatni, de mennyire, és hát pláne faluba, ugye a özéket is mindig megkerestük a plébánosokat a Csabával, és hát ugye kértük, hogy hát a templomba majd a misén hívja fel a híveknek a figyelmét, hogy a jövő héten lesz véradás, és hát jöjjenek, segítsenek. De a papság nagyon jól állt hozzá, és úgyhogy azok, és a legtöbb helyen maga a plébános is véradó volt. Úgy lett ott szába, hogy én lettem az anesteziógus. A műtő sarkában egy vadonatúj altatógép, a nylon zsák rajta, ahogyan azt a gyárból kihagytak. Hát kérdezem a Tamás Bandi bácsitól, hát Bandi bátyám, hát van egy altatógép, hát használja. Nem, azt mondja, nem tudjuk használni, hát az el is akarta már cserélni valami. A világért mondom, el ne cseréljétek, hát majd mi te értesz hozzá? Értek hozzá. Hát aztán először olyan, hogy is hívjákkal, olyan fogadták, olyan, aztán a Kunlaci is, és na, aztán, amikor az első altatást megcsináltam nekik, és hát ugye a műtétnél, az a hasi műtéteknél, ugye, hogyha helyi érzéstenyítésben volt, hát azért nem mindig lehetett a hasfalat úgy elérzéstenyíteni, csak ha fájt, akkor a beteg nyögött. Úgyhogy aztán így meg ugye ezeket a izomlazító, az indián nyilméreg a kurára, az volt az ugye, ahol a idegek belépnek az izomba, és átadja az izomnak a ingerületet, ugye, ezek a ott patottak, ott blokkoltak, ugye, de hát éppen azért a gépnek volt olyan apparátusa, ami a izomműködést, illetve a légzést fönntartotta, aztán hát akkor ugye, mikor látták, hogy jaj, hát így is, ugye nem feszített a beteg, hát ugye, jaj, hát így is lehet operálni, ugye, akkor aztán és akkor csak aztán jött a Szent Páli tanár úr, ugye ő volt a szülésznő, gyászfőrvos, hát azt mondja, megpróbálnánk mink is ezt az altatást. Hát azok is oda voltak, hogy csinálták. Úgyhogy hát én voltam. Hát akkor egy modern technológiát vezetett be a celldömölki kórházban. Igen, szóval az altatást, és aztán... És abban az időben ez mennyire volt gyakori, hogy a vidéki kórházakban altatógéppel végezték a műtéteket? Hát még utána lett csak Körmenden is, meg Sárváron is, addig nem volt se Körmenden, se Sárváron. Úgyhogy utána lett ott is, úgyhogy először celldömölki kórházban volt a modern anesteziológiát, erre büszke vagyok. Dr. Tamás Endre egyik írásában említi, hogy a műtétek közben, sőt a műtétek végén
nagyon sokszor felcsendült Feri bácsinak a kiváló tenor hangja. Hogy voltak ezek a dolgok? Hát ugye az, hogy jól sikerült a műtét, aztán a altatás is nagyon jól sikerült, mert a műtét végén a beteg nagyon szépen ébredt, és hát ugye az ember úgy megpacskolta az arcát, nyissa ki a szemét, akkor kinyitotta, ó, nagyszerű, ugye még egy kis oxigént belélegeztettem azért vele. Aztán hát mikor vége volt, akkor műtésnők rakottak össze a műszereket, én meg úgy vágyom egy nő után. Hát, na, szóval... A feszültséget le kellett vezetni. A feszültséget le kellett vezetni. Hát amikor engem éjjel hívtak altatni, éjjel kettőkor, fél háromkor, ugye a szülésre a Kovács Antal császármetszés, hát ugye azzal nem lehet várni, azt csinálni körülött. És hát ugye valami olyan dolog volt, ami miatt hát a rendes útján nem tudott az a baba megszületni, hát muszáj volt a műtéttel a méhből kiemelni. Na most beérek a műtőbe, belépek, ugye a műtősnő ott rakosgatja a műszereket, meg a szülésnők is ott tipronnak ott, tehát szóval készülődnek a műtéthez. Én meg olyan széles vigyázat, na gyerekek, mi van, dolgozunk. Jaj, főorvos, hát mit van magának, éjjel fél háromkor ilyen jó kedve, hát dolgozunk, nem? Hát azért van jó kedvem. Szóval én imádtam a szakmámat mindig. Kisvárosnak az egészségügye, azért a megyeszékhelyről belecsöppenni valóban egy kisvárosba, gondolom azért itt az egészségügyi rendszer is sokkal kisvárosiasabb volt. Milyen volt akkor Celldömölkön az egészségügy, és hát ha jól tudom, a 60-as évek közepe táján azért sok fiatal orvos dolgozott itt Celldömölkön, gondolom nem csak bent az intézményekbe, hanem a magánéletbe is találkoztak. Úgy nem sokszor részt vettünk ilyen olyan rendezvényekben együtt, meg ünnepeltük egymás névnapját, ugye a születésnapját, szóval ilyen Könnyű volt beilleszkedni akkor a celldömölki millióbe? Nem volt nehéz. Én elég, hogy is hívják, vagyok, jó alkalmazkodó ember vagyok, nekem nem volt nehéz beleilleszkedni. Úgyhogy, ugye hát nyilván te is ismerted azokat, Marek Jóskát, Geregosics Ferit, akik hát kézben két évvel voltak fiatalabbak nálam, úgyhogy aztán hát a Tamás Bandi bácsi az meg a sebészfőorvost ismertett, hogy te az meg kisgyerekkorom óta ismertem. 1977-től 1988-ig nem csak a celldömölki vérellátót, hanem az egész celldömölki kórházat is vezette, igazgató volt. Nagyon fontos dolgok történtek ebben az időszakban, nagyon sokat fejlődött a kórház. Hogyne, hát akkor az egyik legnagyobb tevékenység a központi fűtés volt. Hát képzeld, a cserépkályhák meg olajkályhák működtek a kórtermekbe is, a műtőbe is cserépkályhával. Volt egy ilyen, hát nem tudom, hát nem jártál ott, egy ilyen beugró a műtő végén, és ott volt hát a kályha, az ott volt, vagyis a tüzelő ajtaja az ott volt, de meg a műtő légterébe maga a kályha, csak tüzelni körülött a beugróba egy ilyen fal mögött. Aztán hát ugye olajkályha kúrtermekbe. Szóval nagyon kínos volt a fűtés, mert ugye az udvari munkások hát hordták a tüzelőt az olajkályhákba, az olajat, szóval így nagyon nehéz volt ott az a, hogy is hívják, meg annak a fenntartása. Hát aztán a várossá válás ajándékára ott volt a Bors Zoltán, a megyetanács elnöke, és az, hogy a
mennyibe kerül a központi fűtés megszervezése. Hát aztán mondtunk egy, mert már egy terv már volt rá, csak költségvetési, a tervbe is a költségei, hát már nem emlékszem, 4 millió forint vagy mennyi. Hát aztán valamely, na jó, adott rá pénzt, aztán hát így a vasép és a vasép, hát azok a szájukat átadották, tudnék, mentünk gyorsan, hogy kaptunk pénzt, ezért most csinálják meg a terveket, és aztán hát azt mondta a vasép, hogy ők csak a gépészeti szerelést csinálják, de kazánházat nem, építészetet nem. Meg ugye a központi kazánházból ugye ezek ilyen árkokba mentek a csövek az épületekbe, és ilyen betonbélésestek kellett ki, hogy is hívják hozni. Most ezt társadalmi munkát szerveztünk, az építési főnökség, a géptelep, a költségvetési üzem, szóval mindenki adott valamit hozzá, és a darut adott, akkor a másik, aki ilyen árukású gépet adtak. Szóval minden, a termelő szövetkezeteknek, tieszeknek, mindegyiknek volt építő brigádja. Ugye volt ott kőműves, meg miatt a építészet, lakatos, meg minden. És a kazánházat társadalmi munkába fölépítették a TSZ-eknek a kőműves építő brigádjai. És akkor adtak autót, amivel a kazánokat Zalaszengrótról vagy honnan hoztuk, ott volt ilyen kazánház, onnan ilyen villás targoncával hozták be, és tették le az alapokra, mert az is már megvolt minden. Na, elég az hozzá, hogy mikor mindez megvolt, akkor mentem a vaséphöz, hogy uraim, az építő munka megvan, úgyhogy hát legyenek szívesek jönni a gépészeti szerelést. Megvan az épp, meg kijöttek. Hát leesett az álluk, hogy ezt ingyen és bérmentve, és társadalmi munkába végezte el a környék, hát a kórház mindenkinek fontos, és hát most már tényleg csinálják meg, aki megcsinálták. Volt egy másik nagyon fontos változás ebben az időszakban, minden celdömölki lakost érintett, abban az időszakban költözött át a rendelőintézet, a régi legényegyet épületből a járási bíróság épületébe. Tehát új épületbe költöztették konkrétan az egész STK-t. Úgy van, na, arra is külön pénzt kaptunk a megyétől, és hát ugye azt megint a vaséppel alakítottuk át. Hát azt megmondom őszintén, azt tulajdonképpen én terveztem meg azt, hogy a tervrajza megvolt annak az épületnek, és én több ízben a szakrendeléseket, a vezető főorvosokat elvittem Szombathelyre, a vaséphez, kiterítettük ottan a tervrajzot, és az a mérnök, aki igen készséges építészmérnök volt, és hát megmondta, nézzéknek, de ezeket a falakat lehet jobbra, balra, előre, hátra, ezek válaszfalak. De ezeket nem lehet nyúlni, mert ezek főfalak. Hát ezeket nem, jó, értettük. Hát jó, azt mondja, lehet a főfalra is vágni ajtót, de nem lehet nagyon lenni. Szóval addig tologattuk ott a távrajzon át, hogy mi, melyik rendelő hol legyen, hol legyen a várója a rendelőnek, meg minden. Úgyhogy aztán végül csak kialakult. Na most hát a vasép megint csak átadotta a száját, hát, hogy micsoda szervező munka. Úgyhogy aztán a végén, mikor a rendelő intézet készen lett, akkor megjavattuk,
fölavatta, beszédott a Tóth Jóska, mind a városi tanács elnök, Kálmán Jenő, mind a városi pártbizottság titkára, az avató. Ezért hát jó, én is beszéltem, szóval. Na, aztán végül a Korona étteremben volt egy nagy fogadás, és ezért. De föltájesztettük kitüntetésre a tervező mérnököt, meg az építésvezetőt az egészségügyi minisztériumban, és meg is kapták. Na hát azt akkor meghívtuk a Vasib vezérkarát, meg hát ugye ezt a két kitüntetendő dolgozót, és hát oda a kórházi ebédlőben mi is rendeztünk egy ilyen kis bankett, és hát ott átadtuk a kitüntetést ennek a két embernek. Hát a Vasib oda volt a gyönyörtől a vezérkar, hogy hát mi erre is képesek voltunk, és két emberüket így kitüntettük. Ugye kiváló munkáért kitüntetést kaptak, szóval hát mondom, ez egy nagyon jó. Hát aztán, amit lehetett, ugye megcsináltunk. Úgy tudom, ebben az időszakban folyamatos volt az egészségügyi dolgozó szakellátása is itt Szeldöbölkön. Minden orvosi óraszám be volt, tudod, ugye a szakrendeléseket, vagy a mi orvosaink, ahol hát a sebészetet, belgyógyászatot, azt a miaink csinálták, mert ilyen osztály működik. De ilyet, hogy fülorgéket, gyerekgyógyászat, ugye ezeket Szombathelyről vagy jártak ki, vagy Sárvárról, ahol Sárváron volt fülorgéke, úgyhogy szóval lehet ugye ezeket külön szervezni, hogy mindig hát ilyen szakorvosok csak jöjjenek és csinálják. Hát ugye jó, fizetni külön érte, de megcsinálták. Úgyhogy akkor minden óraszám be volt töltve, és minden ilyen szakrendelés működött. Hát nem azért mondom, de a szervező készségem az jó volt. Az egészségügyön kívül a társadalmi életben is komoly funkciókat vállalt. Mik is voltak ezek? Hát tagja voltam a Városi Pártbizottságnak is, és hát ugye éppen ezért tudtam az elvtársakkal olyan szót érteni, hogy a véradás az párt feladat volt a munkájaként a véradás szervezése, szóval ezt elértem. A másik meg, hát ott aztán tényleg csak valóban ez volt, meg hát én voltam a Hazafias Népfront Városi Bizottságának az elnöke. Ugye hát ez meg István professzornak nagyon örült neki, mert ugye ő a megyei Népfront elnök volt, az István professzor, és hát akkor én meg a Szeldöbölkő városi. Aztán hát ilyen népfrontos rendezvényeken többször részt vettünk. A karrieren túl a magánéletről is kérdezhetnék valami fontosabb dolgokat, amit megosztan a nézőkkel. Jó a család, és hát mindig együtt vagyunk ilyen, névnap, születésnap, karácsony, szóval vagy ők jönnek ide hozzánk szába, vagy megyünk a következő alkalommal hozzájuk, úgyhogy nagyon jól meg vagyunk. 1966 óta nagyon sok évtized eltelt a celldömölki létben, és hát úgy tudom, hogy komoly váltásra készülnek feleségével, úgy tudom, hogy nem sokára hát itt hagyják celldömölköt. Nézd oda! A feleségem 73 éves, én 82. Ugye ebben a korban az ember ilyen-olyan betegség érheti, amikor már nem tudja saját magát ellátni. Hát azt hiszem, biztos ismersz teljesen, hogy ennyi idős embereket hát segíteni kell az ellátásba, mozdatás, ápolás, hát hogy hát még nem tartunk itt, de bármikor az embert érheti ilyen betegség. Ugye, hát akkor a leányunk ellát bennünket. Úgyhogy hát reméljük, hogy... Gondolom azért nem egyszerű elköszönni egy fél évszázad után attól a településtől, ahol azért a fiatalkort töltötte, az aktív időszakot töltött az ember.
Hát igen, szóval azért úgy, de hát az a szerencse, hogy igen jó a kapcsolatunk a leányunkkal. Szóval igen jó kapcsolatban vagyunk velük, úgyhogy, és ők maguk is direkt hívtak, mondták, hogy menjünk, mert ha szükségünk lesz rá, akkor nehéz lesz ezt megszervezni. Van persze, hát több évfolyam, akik csoporttársaim voltak az egyetemen, évfolyamtársak, hát azokat megkeresem, akkor azok visznek. Hát jó kis csoportunk volt, aztán van olyan, akivel 8 évig egy szobában laktam a kollégiumban, úgyhogy szóval ott is szerencsére találok. Főorvos úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm, én is nagyon köszönöm a lehetőséget erre a beszélgetésre, és hát remélem, hogy továbbra is jó egészséggel vihetem a dolgokat tovább.